Te, hogyha Google nélkül is tudod, melyik film játszódik az LV426-on, ami egyébként egy bolygó, illetve, hogyha emlékszel még rá, hogy Kern András a Népszerű Kabaré jelenetben milyen típusú turmixgépet keresett, akkor tudod, hogy mi az egy igazi túramotor. Itt van az NT1001-es a Honda-tól. Az egyik korábbi bemutatómban az ADV 350 filmen végén azt mondtam, hogy a SUV-okat szinte soha sem viszik le az aszfaltozott útfelületről, ugyanúgy, mint a crossovereket, vagy ha úgy tetszik, túraendúrókat. Épp ezért a Honda az Africa Twin 102 lóerős blokkja és váza köré épített egy olyan izzig-vérig túramotort, mintha csak meghallotta volna sokunk kérését, amikor a Deauville lehetséges utódjáról beszéltünk. A mai napig igen nagy népszerűségnek örvendő modellről van szó, amelyet 2013-ig gyártottak, és a fix oldaldobozokkal, valamint kardán véghajtással voltak megvásárolhatóak. Ezzel szemben a gyártó az NT1001 esetében levehető kofferekkel és lánchajtással az egyszerűbb és olcsóbb utat választotta, amely így egyúttal alacsonyabb saját tömeget is jelent. Túramotornál nagyon fontos szempont a megfelelő szél- és időjárásvédelem, így a kellően széles idomzat, vagy ha úgy tetszik, bódé, megfelelő védelmet nyújt nem csak a felső testünknek, hanem a térdeinknek is. A bordó alapon karikával határolt Honda logó finoman jelzi, hogy a házon belül nagy presztízsű modellel van dolgunk, a fejidom pedig folytatja az XADV esetében is megjelenített karakteres vonalakat. Thank you.
A műszaki adatok és a felszereltség az importőr weboldalán könnyen megtalálható, és a márkakereskedők minden további kérdésre választhatnak. Mint ahogy a korábbi filmjeimnél is elmondtam, nincs reklám és nincs szponzor. A felvételek elkészítéséhez köszönetet mondok az idén 30 éves fennállását ünneplő 100 Motor Kft.-nek. Ha tetszett a videó, akkor feliratkozással vagy egy like-on megnyomásával kifejezésre juttathatod mindezt. Viszont hogyha a két szervezet munkáját, akinek itt a képernyő alján a számlaszámát feltüntettük, és egy kisebb összeggel segíted a munkájukat, azt ezúton is köszönjük.